lehet sok mindenre írni, lehet papírra írni, lehet templomtoronyra, díszépületekre, sírkeresztre, cetlikre vagy akármi, ugyanezt versekkel, bármivel meg lehet csinálni. Most, miközben ő néhány verset felolvas kedves szotjánása szerint, én homlokokra, tenyerekre és férfi fenekekre fogok felírni néhány verset, amik papíron nem fognak megjelenni. Na most ezeket el lehet olvasni, azt hiszem 2 forintért ki fog hozzá egy csapkát rakni. Na most, aki úgy gondolja, tehát 2 forintot bele kell rakni, aki úgy gondolja, hogy ez nem kézre való, vagy homlokra való, vagy férfi fenekre való vers, tehát sokkal jobb lenne valami másra írjuk, homokba például, vagy akár sehova, az itt a végén visszaveheti a 2 forintját. Igen, szóval igazából nem is arról van szó, nem, akkor a rossz vers nem, mert senki könnyes volt se veszi vissza a rossz verset, akkor lehet visszavenni, hogyha nem való, hogy az fenékre legyen írva, vagy homlokra, közben ha talán pedig olvas fel valamiket, azért kérem a delikvenseket, amikre lehet felírni, hogy jöjjenek. Addig én elkezdem ezeket a Elek István verseket. Nem minden férfi szeme érdemli meg. Nem minden férfi szeme érdemli meg, hogy hízlalják. Nem minden férfi szeme érdemli meg, hogy hízlalják a nők. Könnyű lépéseket hallottam, izzó meleg szépség volt. Minden valamire való férfi embert megállt volna, hogy jól megnézze. De nem minden férfi szeme érdemli meg, hogy hízlalják a nők. Van-e lelke annak a férfinak, akitől nem függ a holnap műsora? Van-e lelke annak a férfinek, akinek kicsúszott kezéből a kezdeményezés, imáron örökre? Van-e lelke annak a férfinak, aki nem kap elég pénzt munkájáért, imáron örökre? Van-e lelke annak a férfinak, aki őszinte szolgálatot tesz főnökének? Van-e lelke annak a férfinak, aki ez a munkáltató kegyesek? És van-e lelkük a nőknek? Tetőtől talpig kedves vagy. 1 méterre állsz tőlem, és körülötted egy világ van, amelynek nem én vagyok a közepe. Van-e lelkük a férfiaknak, akiket még saját gyermekek sem szeret? Akiknek felesége 40 éves korára megcsúnyul, annak a férfinak van-e lelke? Akik már a sebeiket sem nyalogatják, van-e lelkük azoknak? És van-e lelkük a nőknek? Körülfecsegem kedves termetedet, ringó csípődet, feszes melledet. Körülfecsegem hosszú szobodat. Van-e varázskő ujjadon? Van-e lelke a férfinak, aki nézőként lovaggá üti a televíziós személyiségeket, elnézi remek ingüket? Van-e lelkük a férfiaknak, akik számára már az is egy jó hír, ha megismétlik a műsorokat? Van-e lelkük azoknak a férfiaknak, akik elnézik a jó női seggeket? És van-e lelkük a nőknek? Megrobbantatni, mint a frissen sült kenyeret, melyet finom asszonyi illat övez. Harisnyán egy csillogó zöld színétől szabadulni. Vigyázz! Vigyázz! Mert megmondalak a nőknek. Van-e lelkük a férfiaknak? Van-e lelkük azoknak, akiknek csak a nők engednek? Van-e lelkük azoknak, akik szar életet élnek a feleségükkel? Van-e lelke azoknak a férfiaknak, akiknek nincs nyaralója? Van-e lelkük azoknak a férfiaknak, akikkel lebontatják horgásztégeiket? Van-e lelkük azoknak a férfiaknak, akik kénytelenek meghátrálni? Van-e lelkük azoknak a férfiaknak, akik számára nem értékes a győzelem? Van-e lelkük az alacsony nyugdíjasoknak? És van-e lelkük a nőknek? A feledés arénájában elhízott lépcsőkön. Van-e lelkük a férfiaknak?
A gyengék elviselnek mindent, az erősek megtesznek mindent. De van-e lelkük a férfiaknak? Egy szűz patkány fehér bárányka húsába firkál. Se narancsillag, se pásztorsíp vagy kéklő holdvilág nem űzi el. Senki se álmodik szenvedélyesebben a nőkről, mint a katona, akire rá lehet parancsolni, hogy lője agyon a maga fajtáját, ha vele egyenlőt. De van-e lelke a férfi? A szántás vetés lelki gondjai, a határtalan lehetőség testi vágya, a kerítések szöges rontjai kulcskarikák. És van-e lelkük az nőknek? Nők, mint amilyen szép, négyszer zöldül egy évben. Lejtőim születi mulatságig lehetnének, akmározhatnék szándékikban. Vigyázz, mert megmondanak nekik, mert nem minden férfi szeme érdemlének, hogy hírdal járt a nő. Van-e lelkük a férfiaknak, hogy büszkeségüket csukba vágják? Van-e lelkük a férfiaknak, akik az éreztető ipar önkéntes alattvalói? Van-e lelke a férfiaknak, akiktől nem függ a holnap műsoros? A soványka, de a szeme olyan, mint a virág. A szája meg kicsi, tudod, és egy picit kinyílik. De az ajtó. Ha belopott, aki ide jön, egyszer majd másképp lesz. Elolvasni, lefizeti a 2 forintot, és végül zsebből vissza. Yes.
depresszió is. Ember elteszi a leány elől a félüveg pálinkot, pálinkát állandóan a kételék. Hadd meg én is szemléltem. A depresszió is ember, és soha szépség irányú a depresszió is ember. Kidőkre nem működik, ember vésődik. Jó, hát továbbja. Mi egyesével kell olvasni őket? Ez most már egyszer szerepelem. Azoknak csináltam, akik szeretik a versenyt, az nagyon verseket, és egyáltalán nem gondoltam arra, hogy akik ide jönnek, én verseket szeretik, és azok fogják megnézni, de egy bár akkor három forintot talán, mint a három forintot. De ezt nem adja a szoktatásból. Thank you.
forint. Na, szóval, hogy elmondjam a feleiről. Elmondom, amit a Webernek nem sikerült összehoznia. A depresszió is ember. Hunyorok, szerencsét kíván. A depresszió is ember. Elteszi a leányáról a félüveg pálinkát, mert állandóan a képeit gyötrik. A depresszió is ember, és soha szépség királyból. A depresszió is ember. Örök időkre emlékezetembe vésődik, nincs hova továbbja. Merünk szemben ember. Úgyi rózsaszín melltartódott árnyék halad át, két oldalt akárcsak virágoznak, a létfejtés felé néznek. Úgyi rózsaszín ajkat fordul vissza a kocsihoz, mögötte kiszáradt diófát, világfát. Úgyi rózsaszín választott ablakával nem lehet tankolni. Mint szólnának hozzá az emberek? Nem értenék beomló arcukat. Rózsaszín bugyit zugaiban kialakul saját egyéniség. Lakható lesz. Így kell barátokra szeretkezni. Hallhatóan kapirgálom az újságpapírt. Rózsaszín bugyid alatt több magyarázat is kínálkozik. Elmerülőben hintegetek a tengernek, szarok a szüleim. Szerelemtől végleg elolvadva, gyere mert megőrülök. Öklendezek a sors egyetlen tehlét, című monológokat. Lelőtt felem adott karmai között, nincs virág. Ásítozó szeretetéhes, többet észszel, mint a nőddel. Ásítozó szeretetéhes nő rögeszméjét leltározom. Gyönyörtől elcsikázva bőrsikol, ragacsos a pálmák közt levegő küstköd emléke. Arany minden, arany minden. A nő illata anyagi gondjai két hadsereg egyesül bennünk. A hídon keveset beszélünk, majd újra a pénzre, a pénzre terelődő szó. Sosem hittem volna, hogy ilyen a befejezetlen sor, hogy így rövid a boly, hogy az eny más is adva. Sosem hittem volna, hogy a jobban is lehet sántikálni, hogy rossz kezdően ébred a hűszerető, hogy az irány kanyart lesz. Sosem hittem volna el, hogy legerőbb a tehámből áll a táj, az erdő pedig fából és favágóból, ahol is nehéz illatkozik a favágó szodomából és lótból, a hajóisár pedig annyi kedvesség van bennem. Fény fekszik, majd lábra kap, végül újra bezárkózik a szobába. Ugye a korsás előtt egy utolsó levél, hogy szép hangja van az egérfogónak, mint a madárcsapat szembe elvárakozik. De nem csak én, a kagylók közérek az egyre mélyebb hallgatás kivehetetlen arcot. Mi lenne, ha megállítanának és megbotoznának? Magányomban és unalmamban az életnek szálát jelenteni, amiből minden elektromos szikra pattogna, mintha. Valami szűzérség igéző rejtel, én pedig átöleltem őt, őt a hókirálynő történetére. Ő a falakkel együtt a távolba hátrált, a szép kis papírtánkosnőnek pedig csak a csillagját találtam a hangot. Aztán sírtam. Nem vagy még kész? Elmondtam, hogy fettetében sírt is a feladatban. Nagyon csikár! Amit például megtettem. Na.
verset. Na, az emberben van a hiba, lábad között van a fina, az igazságosság velem született érzés, és teljesen átadom magamat árvakatban. Na, a hűségben van-e vita, a lábad között nekem van-e, az igazságosság velem született kéjérzés, és teljesen átadom neked árvakatban. Az emberben van egy ember, a pinában van egy pina. Egy magam vagyok az én minden órájában, és még igen jól bírja ez az én két karom a munkát. Lábad között van a lábom, kéjérzetem az igazságom, szellemi gyötrődésről szabadultam volna, ha az én nem közelegne. Még egyszer? Az emberben van a hiba, lábad között van a pina. Az igazságosság velem született érzés, és teljesen átadom magamat álmaimnak. A hűségben van-e vita? A lábad között nekem van-e? Az igazságosság velem született kéjérzés, és teljesen átadom neked álmaimnak. Az emberben van egy ember. A pinában... 5 forint. Van egy pina. Egy magam vagyok az én minden órájában, és még igen jól bírja ez az én két karom a munkát. Lábad között van a lábam, kéjérzetem az igazságot, szellemi gyötrődésből szabadultam volna, ha az én nem közeledem. Nem kell izgulni, akik nem szeretik a versetét. Ne tanuljuk ezt meg! Kukkolom! Ne tanuljuk meg! Valaki úgy gondolja, hogy nem való, hogy ez ide van még Amerikán, mit tudom én, újságban lenne, az visszamegy az 5 forintot. Ez máig is áll, tehát is tessék, 5 forintot. Nincs is semmi, semmi sem. Thank you.
picit kell, nem kell annyira szívul. Mit visszajött benne az egzorítban, tehát nem vagyok rászorulva. 250. Köszönjük, ezt elég szükséges. Jól látunk.